Több mint 7 millió forintot gyűjtöttek a nyiregyházi Józsa András Oktatókórház gyermekosztályának országos és megyei vadászszervezetek. Az együttműködés hatására a hazai horgásztársadalom összefogására készülnek szeptemberben. Idén először három helyszínen országos jótékonysági horgászatot rendeznek, szeptember 11-én a Dunántúlon Keszthelyen és ezzel egy időben a szabolcs szatmár beregi leveleki várják a horgászokat. Itt, mint házigazda, annyival tudok nekik kedveskedni, hogy mivel a horgászat az egy sokrétű sport, több válfaja létezik, itt, ha olyan érkezők, ö, érdeklődők lesznek, akik esetleg csónakos pergetést vagy pergetést szeretnének, akkor ez a nagy víztározó és az itt ö, rugalmasan segítő csapatom ezt ö, lehetővé fogja tenni. Az esemény sorozat célja, hogy a Covid járvány miatt árván vagy félárván maradt gyermekeket támogassák a Regőci István alapítványon keresztül. A szervezők honlappal segítik az adományozás menetét. Elindult az OEH, Országos Jótékosi Horgász napnak a weboldala, az oeh.hu. Ott nagyon kezelhető weboldalon a horgászni vágyók és a támogatni vágyók a bizonyos fülek megnyitásával látják, hogy mit szeretnének részt venni helyszínen, pecázni egy jót, együtt, barátként és egy nemes cél érdekében, vagy nincs rá esetleg lehetőségük, és csak anyagi szeretnék támogatni ezt a dolgot. A jótékonysági horgászat utolsó eseményét szeptember 19-én Pilis Maróta rendezik meg. A szervezők célja, hogy jövőre az ország valamennyi megyéjének összefogásával több helyszínen rendezzenek ilyen eseménysorozatot.